Hashtag nőfilter. Nők filter nélkül. Köböl Anitával. A Spirit FM-en. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM 92.9-en, ez itt a hashtag nőfilter, nők filter nélkül. Én Köböl Anita vagyok, velem szemben pedig a stúdióban már itt is van Cippán Anett műsorvezető, édesanya, sok szeretettel köszöntelek, szia! Sziasztok, szia Anita! Akivel nem titkoltan a közös témánk az az egyedülálló anyaság lesz, amiben hát furának tűnhet az, hogy én így in medias res a közepébe bele is vágnék, de gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy rengeteg kérdés merül fel ezzel a témával kapcsolatban. Rólam ugye lehet tudni, és én ezt vállaltam is, hogy már a gyermekem fogantatásánál egyedül maradtam a várandóságom ideje alatt, viszont hogy ne legyen egyoldalú az én üzenetem és kommunikációm, azt gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék egy olyan vendéget meghívni, aki maga már túl van ezen az állapoton, viszont biztos, hogy hozol magaddal rengeteg tapasztalaton. Milyen, emlékszel arra az időszakra, amikor neked először megfordult a fejedben az, hogy van egy nagyon szép családod, ugye férnél voltál, megszületett a közös gyermeketek, mégis azt érzed, hogy valami nem stimmel, és elkezdted ezt magadban ízlelgetni. Nagyon érdekes kérdés ez, mert ugye szépen lassan rakódik az emberre ez, tehát nem úgy történik, hogy hát nekem most elegem van, és el akarok menni, hanem hogy vannak bizonyos jelek, amikre mondjuk esetleg oda kell figyelni, vagy oda kellett volna figyelni, és nem teszi az ember, mert azt gondolja, hogy jaj, most ez csak egy ilyen kis nem tudom, egy ilyen kis hiba, vagy egy nézeteltérés, vagy egy kis probléma, amit majd meg fogunk oldani. És szeretnéd egyben tartani a családodat, van egy kép benned, szeretnéd azt, hogy nyilván a gyereked úgy nőjön föl, hogy létezik anya és apa, és egyben van mindenki, és csodálatos az élet. Tehát, hogy az emberben nyilván ilyen képek vannak, és ezt nem engedi el, ezt görcsösen fogja. És hiába történnek meg ezek a bizonyos aprócska jelek, nem veszed tudomásul, megpróbálod egy kicsit elhajtani magadtól, megpróbálod megoldani, nem tudomást venni róla, hogy aztán ebből később valahogy hogyan alakul ki, ezt most konkrétan neked megmondani nem tudom, de hogy sok-sok ilyen aprócska dolog rakódik le az emberben, amikor egyszer csak eljön az a pont, hogy azt mondja, hogy nem tudom tovább csinálni, hogy megpróbáltam, de nem tudom tovább csinálni. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember elkezdi jelezni a párja felé, hogy nem lesz ez így jó, nem ez az irány, kicsit lehet, hogy kompromisszumot kellene kötnünk bizonyos dolgokban, változtassunk, stb. De amikor megpróbálod, átbeszélitek, igyekszel te is változni, kéred a párod, hogy változzon ő is, és ez nem megy, és azt érzed, hogy fal, nem megy, akkor jutsz el arra a pontra, hogy elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon hogy tudod megoldani az életedet egyedül. Uh-huh. Rengeteg kérdést kellett gondolom magadban ilyenkor végig pörgetned. Mi volt az első, ami eszedbe jutott, hogy rendben, hogyha elérkeztem arra a pontra, hogy ez a kapcsolat sajnos így nem működik, és ki kell lépnem belőle, és van már egy közös gyermekünk, akkor mi volt az, ami benned a legfontosabb kérdésként felmerült, hogy neked egyedülálló nőként bizony biztonságot nyújtóan neki meg kell teremtened? Tudod, hogy mi nem is ez az első kérdés, hanem az, hogy jogom van-e megtenni azt, uh-huh, hogy kilépek ebből a házasságból. Mert az olyanattól kezdve már a gyerek vált a legfontosabb, és igen, nem a saját igényeid? Tehát én nem azt néztem, nyilvánvalóan amikor az ember idáig eljut, akkor önmaga hozza meg a döntést, de hogy addig milliószor mérlegeltem, hogy én megtehetem-e azt ezzel a kisgyerekkel, hogy én kilépek, és hogy gyakorlatilag rákényszerítem arra, hogy ő innentől kezdve elvált szülők gyermekeként nőjön föl. Rettenetes, önmarcangoló időszak ez. Tehát nem tudom elmondani, hány éjszakát sírtam végig. Amikor már én magam tudtam, hogy ez így nem lesz jó, ez nem irány, hogy ebből ki kellene lépni. És
Szóval, hogy akkor az egy szörnyűséges időszak volt számomra, szerintem amúgy mindenki számára, mert nyilvánvalóan ezt az ember sugározza magából, de hogy átgondold, hogy te vagy-e akkora hatalom, fogalmazzunk így, uh-huh. hogy meghozd ezt a döntést, és a gyerekedet belekényszerítsd egy ilyen életbe. De nekem ez volt a legnehezebb. Csak amikor sok-sok beszélgetésen túl vagy, amikor már sok éjszakát átsírtál, és látod, hogy te nem vagy boldog, akkor rádöbbensz arra, hogy tulajdonképpen tényleg igaz az a közhely, hogy ha az anyuka nem boldog, akkor a gyereke se lesz boldog. Nagyon leveszik, igen. Igen. Tehát, hogy ez nagyon kell ez a folyamat, mert nyilvánvalóan mondom, az első az, hogy na de a gyerek, és akkor a második, mire eljutsz oda, hogy de hát hol vagyok én ebben a történetben, és ha én nem vagyok meg ebben a történetben, akkor az én gyerekem se lesz meg ebben a történetben, de még az apja se lesz meg. Szóval, hogy igazából, ha ez elindult ez a folyamat, akkor onnantól kezdve, ha nem tudsz változtatni, ha már tényleg úgy érzed, mindent megtettél, akkor onnantól kezdve nincs tovább, egyszerűen el kell fogadni. Te éreztél magadon olyat, hogy hatott rád az a külvilágból jövő, mondjuk ki, elvárás, hogy igen, amit te is leírtál, ez az ideális családmodell, ez az, amit szerettél volna mindig is megvalósítani, és ebben vagy most benne, és nem szabad ezt elkaszálnod. Mert azért mondok egy példát, hogy tényleg saját példából merítkezzek, ugye nálam nagyon-nagyon sokan nem, egy-két ember, de ugye azt szokták mondani, hogy ugye én nem tehetem meg, egy gyereknek joga van az apjához, és ad az idealizált kép. Tök mindegy, hogy egyébként egy boldog párkapcsolatban voltál-e, hogy nagyon sok ugye házasságban ugye erőszak is van otthon, abúzus is van otthon, ami a színfalak mögött van, tehát nem tudhatunk róla. Egyszerűen az a kép, hogy úristen, válás van, és amit te is mondasz, a gyerek csonka családban nő fel, vagy apa nélkül nő fel, ugye, mert általában azért tényleg az anyukákhoz kerülnek. És ez egy olyan ördögtől való hozzáállás, egy anyától, egy önző hozzáállásnak apostrofálják, hogy volt benned ebből való félelem, hogy a külvilág mit fog majd ehhez szólni? Vagy ezt tudni kell egyszerűen ilyenkor ignorálni? A külvilággal egyáltalán nem foglalkoztam, sokkal erősebb volt bennem az a kép, hogy én hogy nőttem fel. Uh-huh. Az én szüleim a mai napig imádják egymást. A mai napig reggel felkelnek és megölelik egymást, és a mai napig egyébként egy ilyen rózsaszín felhőn ülünk mi hárma, mert nekem nincs testvérem. Tehát én teljes szeretetben nőttem fel, és nekem egy ideális családképem van. Emiatt sokkal nehezebb volt szerintem meghozni ezt a döntést. Hiszen én ebben nőttem fel, ezt szerettem volna biztosítani a gyerekemnek. Egy ilyen életre vágytam, amilyet a szüleim teremtettek, és nem sikerül. És ez egy piszok nagy kudarc. Hát amikor azzal szembesülsz, hogy oké, én hittem valamiben, én szerettem volna valamit megvalósítani, de nem megy. Nem ő az az ember, akivel együtt ez sikerülhet. Nem érzem magam egésznek, nem érzem magam boldognak, onnantól kezdve ez nem működik. És egy hatalmas kudarc, és egy hatalmas erőfeszítés elfogadni, vagy feladni az álmaidat. Mennyi idő után döntöttetek ti a volt pároddal a házasság, majd a gyermekvállalás mellett? Nagyon-nagyon gyorsan házasodtam össze, és ehhez képest, vagy hát igen, tulajdonképpen úgy történt az egész, mondjuk az elejétől, hogy én megismerkedtem az első fiam apukájával, és gyakorlatilag egy hónap múlva gyűrű volt az ujjamon. Őrületesen nagy szerelem volt, hatalmas nagy, de olyat, amilyet a filmekben látsz. És aztán rá fél évre megtörtént az esküvő is. Gyönyörű esküvő volt. Ezt alá tudom támasztani. Az újságokban ugyan, de láttam, és eszméletlen szép mennyasszony is voltál, és tényleg itt van most így a lelki szemeim előtt, látnak a címeken, címlapokon. Csodálatos esküvőm volt, csodálatos nászú, csodálatos élet. Tehát én úgy éreztem magam, mint egy királylány. És aztán két év múlva megérkezett a nagyobb fiam, és akkor szembesül szerintem a legtöbb szülő azzal, hogy megy-e a másikkal együtt ez a dolog, ez az élet dolog. Uh-huh. Mert onnantól kezdve vannak elvárások, vannak feladatok, amiket meg kell oldani, onnantól kezdve csapatban kell együttműködni, és ha nem működik ez a csapat, ha
nem egy irányba megyünk, akkor kezdődnek a surlódásokból nyilván a viták, kompromisszumok, stb., és akkor jut el az ember odáig, hogy tulajdonképpen én ezt tudnám másképp is csinálni. Igen, viszont nem tudtam ugye a pontos számokat az életedben, és azt gondoltam, hogy rövidebb idő telhetett el mondjuk az esküvőhöz és aztán az Olivier születéséhez képest, de azért azt gondolom így külső szemlélőként, hogy egy kapcsolaton belül 2 év már elég velős időszak ahhoz, hogy ott azért kibújjon a szög a zsákból, hogyha a másikat meg akarod és meg tudod ismerni, akkor látod az egyezőségeket és különbözőségeket. Mert ha azt mondtad volna most, hogy 1 hónap után lánykérés, 2 hónap után esküvő, a 3. hónapban megfogant a gyerek, a kis túlzása, akkor lehet, hogy én is azt gondolom, hogy jó, ez valóban gyors. De azért 2 évet én nem érzek gyorsnak, mert sokszor szokták ugye azzal vádolni az embert, hogy jaj, hirtelen fejest ugratok, és kellett közben az, hogy megismerjetek a másikat. Itt nekem ez most nem hiányzik. Anita, én mindig azt mondom, hogy erre nincs recept. Uh-huh. Erre nincs recept. Van, akinek, van olyan ismerősöm, akinek véletlenül hát csúnya szó, utálom, de hát ez van. Tehát, hogy bepottyant egy gyerkőc az életükbe, uh-huh. És azóta már a harmadikat várják, és csodálatos. Tehát, hogy nem egy olyan kapcsolatban született, ami megtervezett lett volna az első gyerek, de aztán ez a 2 ember összetartott, és a mai napig hatalmas szerelemben élnek, és nem sok jövőt jósoltunk nekik. 3. gyereküknek adnak életet. Tehát erre nincsen recept. És közben pedig vannak olyan házasságok, ahol meg annyi próbálkozás után sem sikerül, és aztán egyszer csak megadatik az égi csoda, és megfogan egy gyermek, és aztán utána szétmennek, pedig addig együtt küzdöttek, és mindent megtettek, és több éven keresztül harcoltak a másikért, és harcoltak a gyerekért. És eltelik pár év a gyermek megszületése után, és szétmennek. Tehát, hogy igazából én azt mondom, hogy ezt nem lehet pálcát törni senki feje felett, meg ez nem így működik, mert egyszerűen ez a jó szó rá. Nincs recept arra. Nincs megírva a nagykönyvbe, de mégis, hogyha meg kéne fogalmazni, akkor mit gondolsz, hogy mi múlhatott a ti általad is kimondott óriási szerelmetekben az, hogy a szerelmetek gyümölcsének megszületését követően mégse tudtatok már akkor annyira csapatban működni. És most nem kifejezetten olyan értem, hogy akkor arra kíváncsi, hogy nálatok mi volt a kerékkötője, de hát rajtad keresztül vagyok kíváncsi arra, hogy azok a nők és lányok, akik hallgatnak most bennünket, és még hasonló helyzetben vannak, mit érdemes kicsípniük mondjuk maguknak útravalónak a mi beszélgetésünkből. Amikor az ember szerelmes, akkor szerintem 2-ig sem lát. Tehát, hogy igazából abból az időszakból nem lehet kiindulni, mert hogyha mondjuk a külvilág lát is valamit egy kapcsolatban, és próbál jelezni, hogy haló, nem figyelsz oda, de tulajdonképpen nem biztos, hogy őt kellene választanod, mert nem illetek össze. Nátok voltak ilyen jelzések egyébként? Nem, nálunk nem voltak ilyen jelzések, hanem csak most mondom neked, hogy, uh-huh. hogy például erre lehetne figyelni ebben az időszakban, de nem figyelsz oda, mert annyira szerelmes vagy. Külvilágtól nem érkeztek jelzések nekem, viszont tudom, hogy mire kellett volna odafigyelnem, tehát már mai eszemmel, de hát eltelt már 9 év, és 9 év alatt azért nagyon sokat tapasztaltam. Tehát, hogy vannak aprócska jelek, amikre oda lehet figyelni, viszont a szerelemtől nyilván nem tudsz. Uh-huh. És akkor mikor derül ki, mikor élesedik a helyzet, amikor megvan a gyerek, és akkor el kell kezdeni együtt csapatban működni, és akkor látod, mert akkor meg kicsit úgy kitisztulsz, tehát akkor nyilván már megvannak az elvárásaid, meg az elképzeléseid, hogy hogyan kellene működni egy családnak, és akkor látod, hogy haló, eddig is így volt, csak nem vettem észre, és akkor ez most hogy fog így tovább működni? Amikor leültél a kisfiaddal erről beszélni, mert azért gondolom, hogy egy 2,5 éves, már majdnem 3 éves gyermekkel le tud valamilyen szinten ülni a szülő ezt megbeszélni. Azt vissza tudnád egy picit idézni nekem? Amikor az Olivérrel elköltöztünk otthonról, akkor annyira kis ügyesen fogadta ezt, meg annyira jól csináltuk. Tehát igazából szerintem mi iskola példa vagyunk. Annyira jól csináltuk, hogy nem pofosztuk a gyereket, hogy most akkor menjél anyukádhoz, menjél apukádhoz, kérdeznek anyukádat, kérdeznek apukádat, hanem mi egy egységben maradtunk. Közel is laktunk egymáshoz egy ideig, és mindig megpróbáltuk úgy megoldani a kis életünket, hogy az Olivér ne sérüljön.
ez volt a cél. És egyébként ezt el kell mondanom, hogy én ma az Oliver apukájával rettenetesen jó viszonyban vagyok. Uh-huh. Mi úgy neveljük az Olivert, mintha egy család lennénk, csak nem egy helyen vagyunk. Tehát minden reggel kapok képet róla, hogy iskolába megy, én is küldök ugyanígy. Tehát minden problémát megbeszélünk. És ez egészen picikora óta így van. És ez nagyon fontos volt, hogy ugye az Oliver ne érezze azt, hogy neki mostantól akkorát változik az élete. Ehhez kellett az apukája, és kellettem én is, hogy egységben tudjunk maradni. És az Oliver nem tett fel nekem olyan kérdéseket, amire aztán választ kellett adnom, hiszen szépen lassan vezettem át egyik életből a másikba, szépen lassan tapasztalta meg, hogy mit is jelent ez mostantól, és így nem érezte azt, hogy neki törés van az életében. Ma se tesz fel egyébként olyan kérdéseket neked? Aztán, amikor már nagyobb lett, már iskolás, akkor már beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen mi miért nem élünk együtt, de megérti, és most már nagy fejével, tehát már... megérti azt, hogy tulajdonképpen, ha mi állandóan veszekednénk, az neki nem lenne jó. És amikor esetleg van konfliktus most közöttünk, akkor már mondja, hogy jó, hagyjátok, ezt nem akarom hallani, és cuki, és akkor mi is úgy intézzük a dolgunkat nyilvánvalóan, hogy neki ne legyen rossz. Viszont azt gondolom, hogy ez nagyon két érett és tudatos felnőtt embert jelent, akik a sérelmeik ellenére tudtak egységként a különvállásban gondolkodni. Tehát érdekes ellentét van ebben egyébként, nem nagyon tudom, furcsa, hogy kívülről most visszahallod-e ezt a dolgon, hogy gyakorlatilag együtt nem ment, abban nem tudtatok együtt gondolkozni, de a különben meg nagyon is. Igen, mert nem élünk együtt, tehát nem megyünk egymás agyára, viszont együtt tudunk működni abban, hogy az Oliver élete a normális úton haladjon. Most tartunk egy kis szünetet, elmegyünk következzen egy hangulatos zene. A második beszélgetésünk második részében pedig becsatlakozik hozzánk telefonon egy vállási szakértő is, akinek majd egy kicsit az anyagiakról is szeretnék kérdéseket feltenni, és innen fogjuk folytatni. És már itt is vagyunk újra Cipán Anettel, ez itt a hashtag nőfilter, nők filter nélkül, én Köböl Anita vagyok. Folytatjuk a beszélgetésünket az egyedülálló anyasággal kapcsolatban, és mielőtt még Anettel folytatnánk a párbeszédünket, szeretném a hallgatóknak bemutatni, mondjuk úgy, hogy virtuális vendégünket, aki már itt van velünk a vonalban, nem más, mint Herkules Mónika vállási szakértő. Szervusz, köszöntelek! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Azért szerettem volna, hogy egy kicsit csatlakozz hozzánk a beszélgetésben, ha másképp nem, milyen formán is, mert azt gondolom, hogy az egyedülálló anyaság az nem csak érzelmi, de nagyon sok szempontból akár anyagi terhet is ró azokra a nőkre, akik úgy döntenek, vagy önszántukból, vagy mert így hozza az élet, hogy külön válnak, hogy milyen gondolatok mentén érdemes mérlegelniük azt, hogy mit fog számukra akár anyagilag is jelenteni az egyedülállóság. Nem lehet könnyű, és nem tudunk minden kérdésre természetesen választ adni ebben a beszélgetésben, de azért arra szeretnélek kérni, Móni, hogy egy picit kérlek hozz közelebb minket ehhez a kérdéskörhöz. Mi az, amit először olyankor érdemes mérlegelni, amikor az ember eldönti, hogy elválik a férfitől, a gyermek apjától, akkor neki vállalnia kell, mint kötelezettség. Én azt gondolom, hogy mindenképpen célszerű hosszú távra megtervezni az életünket. Tehát mi azt szoktuk tapasztalni, amikor hozzánk jön valaki válni a Szépen Válj El Válás Központhoz, hogy nagyon sok esetben csak rövid távú tervezés van, vagy még az sincsen. Úgyhogy mindenkinek szoktuk javasolni, és én ezt a hallgatóknak is tanácsolnám, hogyha valaki ilyen nehéz helyzetben van, hogy érdemes azért megnézni 5-10, akár 15 évre előre az életünket, hogyha nekünk egyedül kell nevelni egy, vagy kettő, vagy esetleg annál több kiskorú gyermeket, akkor nagyjából mire számíthatunk. És itt ugye az egyik fontos kérdés az a gyermektartásnak az összege szokott lenni, meg hogy azt egyáltalán fogja el majd fizetni, ami volt férjünk, illetve hogyha egy válás következik be, akkor ott a sarkalatos kérdések között ott van az utolsó házastársi lakásnak a használata, tehát hogy az utolsó ingatlannak mi lesz a sorsa, és egy külön kategória a vagyonjog, tehát békés úton válunk és sikerül megegyezni a
a volt férjünkkel, illetve akkor még éppen férjünkkel, akkor nagyon egyszerűen bonyolítható a dolog, és akkor gyakorlatilag a mi kezünkben van egy sokkal nagyobb mozgástér, hogyha meg nem sikerül ezt a megegyezést bizonyos pontokban, vagy akár teljes egészében foganatosítani, akkor meg sajnos kiadjuk a kezünkből a döntési jogkört, és a bíróság fog azokban a járulékos kérdésekben dönteni, ami szükséges ahhoz, hogy a válást utána valóban kimondhassák. Az első kérdésemre adott válaszodban azért feldobtál egy magas labdát, ugye, ami a tartásdíjra vonatkozon. Ez alapvetően minden nőnek alanyi jogon jár, hogyha ő külön megy egy, kettő vagy több gyermekkel a férjétől? Vagy ez is olyan, amiről a feleknek meg kell egyezniük, és még közel sem biztos, hogy a férfi egyébként fizetni fogja utána? Igen. Tehát abban az esetben, hogyha egy házasságban van kiskorú gyermek, akkor a tartásdíjat a különélő szülő pénzben fizetni fogja, és fizetnie is kellene. Erről beadhatunk a vállókereset mellé becsatolva egy megegyezésre vonatkozó dokumentumot, hogy akkor mi ketten leszabályozzuk, hogy ez az összeg mennyi legyen, havi szinten érkezzen a bankszámlára, vagy mondjuk azt mondja a különélő szülő, aki jellemzően a férfi, hogy kedves feleségem, itt hagyom neked a közös autót, ennek az értéke X, és akkor ez már valamennyire, mondjuk 3 évre rendezi a tartásdíjnak a kérdéskörét. Tehát azért elég sokféle lehetőség van, de valóban tehát a másik, amit említettél, hogy vajon mennyire lehetünk biztosak abban, hogy a különélő szülő, jellemzően az édesapa, fogja ezt a bizonyos tartásdíjat fizetni, hát az már egy másik kérdés. De ugye, hogyha a bíróság erről dönt egy ítéletben, akár úgy, hogy jóvá hagyja a mi kettőnk megegyezését, hogyha az a gyermek érdekét szolgálja, akár hogyha nem tudtunk megegyezni, akkor ők ki fognak jelölni egy összeget, tehát ezt összegszerűen meghatározza a bíróság, akkor azt utána mi érvényesíteni tudjuk. Tehát magyarán, hogyha nem fizet a volt férjünk, akkor utána ezt bírósági úton tudjuk érvényesíteni, és egyébként pont tegnap olvastam erről egy hírt egy gazdasági portálon, hogy most lesz egy kis könnyítés majd a gondozó szülőnek, jellemzően az édesanyának, hogy a tartásdíj kapcsán majd egy kicsit könnyebbé válik a bírósági procedúrája ennek az egésznek, de az a jó, hogyha idáig nem jutunk el, hanem valahogy úgy keverjük a lapokat, és ez egy tipp a hölgyeknek, hogy megértetjük a volt párunkkal azt, hogy bizony az a tartásdíj az nem arra szolgál, hogy mi fantasztikus új műkörmöket csináltassunk belőle. De jó lenne ezt megérteni, hogy nagyon sokan egyébként azt hallom egyébként az ismeretségi körömben, igen. Igen, ha nem sikerül egyébként, de nincsen még annyira nagyon elvadulva a viszonyunk, annak ellenére, hogy válunk, akkor egyébként egy jó tanácsként mondanám, hogy érdemes akár egy Excel táblában levezetni. Nagyon sokszor az van, hogy a férfi nem is látja azt, hogy mondjuk hány havonta kell ez a bizonyos új kis cipőcske, mennyibe kerül a balettóra a kislánynak az óvodában, iskolában, stb. Tehát erről célszerű egy kimutatást vezetni, akár már a házasság alatt, és hogyha azt átadjuk a férfinak, vagy lehetőséget biztosítunk arra, hogy részleteiben belelásson, hogy valóban mennyibe kerül egy gyermeknek a tartása, és itt nem luxus dolgokra gondolunk, hanem ilyen teljesen alapvető kirándulás, szakkör, új ruha, új cipő, egészségügyi kiadások, fogszabályzás, stb. Akkor azért nekünk az a tapasztalatunk a Szépen Váljál Válásközpontnál, hogyha egy intelligens férfihoz mentünk feleségül, akkor azért ezek a technikák viszonylag jól szoktak működni, és akkor azért ez hosszú távon biztosítható. Most nem láttál minket egyébként, Anettel összemosolyogtunk ezen a kis kilengésen, hogy intelligens férfi. Ugye nagyon sokszor van az egyébként, hogy az általunk intelligensnek ítélt férfiről kiderül, hogy nem is annyira intelligens, nem? Tehát, hogy azért hallottunk, gondolom, te is a praxisod során rengeteg elvadult élethelyzetet, amikor nem is gondolnád, hogy az a másikból mit hoz ki. Persze, hát fölfokozódnak az érzelmek egy válás kapcsán. Ugye ott van egy kipattanó indítéka ennek a dolognak általában, hogy miért is adjuk be azt a bizonyos vállókeresetet. És mondjuk abban az esetben, hogyha a hölgynek már van valakije, tehát bejön egy harmadik, hiába vagyunk már vállófélben, és nincsen közöttünk semmilyen érzelmi vagy más jellegű viszonyulás a lassan volt férjünkkel, azért egy harmadiknak a belépése az el szokta vadítani a dolgokat. Ez egy tipikus momentum egyébként. Muszáj vagyok beékelni azt a kérdést, hogy bármi most
kis túlzással mondhatom azt idézőjelbe téve nagyon, hogy az ideális esetről és az ideális válásról beszélünk, amikor a két fél megegyezik arról, hogy igen, a tartásdíj, a gyermek láthatása és a többi apróság, nevezzük így, hogyan alakul majd, azt ők lebonyolítják. Viszont ugye van egy olyan élethelyzet, hogy sok nő úgy válik egyedülálló édesanyává, és erre akár én is itt vagyok élő példának, hogy az apa nincs a gyermek mellett, nincs benne már a kapcsolatban. Igen. Mondjuk úgy, hogy az ő szempontjából nem kívánt gyermeket vállal a nő. Na, ez megint egy érdekes élethelyzet, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között is vannak akár olyanok, akik hasonló helyzetben vannak. Ezek a nők, azok, akik úgy vállalnak gyermeket, hogy tényleg a nulladik ponttól egyedül. Mit tehetnek annak érdekében, hogy a férfit valamilyen értelemben kötelezzék arra, hogyha nem is a jelenlétével, de ha másképp nem, akkor anyagilag kivegyék a részüket a gyermek életéből? Hát ezt érdemes egy jogásszal átbeszélni, hogyha valaki ilyen helyzetben van, mert itt azért érdemes azt megnéznünk, hogy egyáltalán a férfi vállalja a gyereket olyan szinten, hogy mondjuk a nevére kerülhet. Vagy az kerül be a gyermeknek a dokumentumaimba, hogy az édesapa ismeretlen. Tehát itt azért ezt a kérdéskört érdemes körbejárni, mert abban az esetben, hogyha házasságban élünk és elválunk, akkor ott annak ugye van egy konkrét jogi formulája, hogy a gyermektartásdíjnak a fizetésére hogyan kötelezhető a férfi. Tehát ezt meg fogja nekünk a bíróság szavazni, megnézi a gyermeknek az érdekei szerint, hogy mennyi ez az összeg, és akkor utána kötelezi az édesapát. Abban az esetben, hogyha élettársi kapcsolatba születik egy gyermek, akkor itt az előbb említett kérdést azt mindenképpen célszerű körüljárni, és én azt javaslom a hölgyeknek, hogy ehhez mindenképpen vegyenek igénybe jogi segítséget. Nekünk az a tapasztalatunk a Szépen Vájjál Válás Központnál is, hogy nagyon sokszor az van, hogy nem vagyunk tisztában azzal sem, hogy egyáltalán a jog az milyen mozgásteret enged nekünk. Tehát itt van az életszerűség, meg van a praktikum, és van a másik oldal, hogy jogilag mi az, amit mi érvényesíteni tudunk. És én mindenkinek azt javaslom, aki hasonló helyzetben van, hogy nyilván ez nagyon sokszor derültékből villámcsapás, vagy olyan is elképzelhető, hogy úgy távozik az édesapa a kapcsolatból, és gyakorlatilag a gyerek felé se óhajt nézni, hogy mondjuk még az a gyermek vagy meg sem született, tehát még pocakban van, vagy egészen aprócska. És ilyenkor azért a tényállást azt mindenképpen körbe kell mászkálni, hogy mi az, amit mi megtehetünk, mi az, amit a bíróság előtt érvényesíthetünk, mert akkor egy jó ügyvédnek a kíséretében a megfelelő dokumentumok megfelelő benyújtásával nagyon szépen tudjuk érvényesíteni azokat az anyagi igényeket, ami nekünk egy picit könnyebbség ahhoz, hogy a gyermeknek a jól léte az egy magasabb színvonalat el tudjon érni. Viszont akkor ez egyúttal azt is jelenti. Igen, tehát akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy vannak abban az esetben is jogai. Nem is feltétlen az anyának, hanem már a gyermeknek? Bizony, bizony. Tehát a bíróság is az alapján dönt mindig. Nem az alapján, hogy én mondjuk édesanyaként mit szeretnék, hanem megnézi a szociális helyzetet, milyen munkahelye van a férjemnek, illetve volt férjemnek, nekem milyen keresettel rendelkezünk, elképzelhető, hogy még környezettanulmány is készül, és akkor ahhoz mérten fogja meghatározni a gyermektartás díjat. Sőt, egyébként van még egy nőtartás fogalom is, ami egyébként Magyarországon nem egy bevett dolog, de egyébként ezt is lehet érvényesíteni, és ez jellemzően akkor van, amikor pont ez a szituáció áll elő, hogy nagyon aprócska az a gyermek, amikor szakad a kapcsolat, és akkor még nekem nőként is szükségem van egy kis támogatásra, mondjuk a gyerek 3-4 éves koráig nagyjából, hiszen nem tudok elmenni dolgozni, hiszen esetleg olyan munkahelyen volt, ahová részmunkaidőben, távmunkában sem vesznek vissza, és akkor ilyenkor a különélő szülőnek jogilag is kötelessége kiegészíteni az édesanyának jellemzően, tehát a gondozó szülőnek a jövedelmét. Akkor én jól értem, hogy ezzel, amit most érintettél itt a végén, végül is azt is megmutatok a hallgatóinknak, hogy milyen egyéb pénzügyi lehetőségei lehetnek a nőknek, hogyha egyedül maradnak gyermekükkel, vagy ezen túlmenően még lenne esetleg valami, amit szívesen megemlítenie. Ugye ismerjük azokat az alapvető az állam által nyújtott támogatásokat, mint a CSED, a GYES, a GYED, de ezen felül esetleg érdemes még kutatni, van több lehetőség? Igen, néhány dolgot még mondanék. Ugye a gyermektartásdíjnak a nem fizetése esetén lehetőség van ennek az állami megelőlegezésére is.
Hát ez úgy néz ki, hogy 2-3 évre fogja ezt biztosítani nekünk az állam, de eddig úgy nézett ki a dolog, hogy nagyon nehéz szociális helyzetben lévő hölgyek igényelhették. Most olvastam ezt a tegnapi hírt, hogy most a szociális része ennek a dolognak az eltörlődik, az összeg megemelkedik. Ennek a részleteit még nem tudjuk, de ezt majd érdemes lesz bogarászni, hogy milyen rendelet születik róla. Ez az egyik dolog, mert olyan havi 50.000 forint környékére fog ennek az összeg emelkedni. A másik dolog, hogy nagyon szoktuk szorgalmazni a házassági szerződést. Tehát ez olyan, mint az életbiztosítás. Ezt akár a házasság alatt is bármikor meg lehet kötni, és akkor ez gyönyörűen leszabályozza anyagi szempontból is, hogy egy válás esetén mi fog velünk történni. Kinek mi lesz a kötelezettsége, megúszunk egy csomó perköltséget, ügyvédi költséget, és egy darab dokumentumot kell előállítatni. Illetve a harmadik dolog, ami a hölgyeknek egy nagyszerű ütőkártya, főleg abban az esetben, hogyha esetleg van közös vállalkozás is, azzal a férfival, akivel gyermeket vállaltak, aki a férjük, és most leállni készülnek, van lehetőség arra, hogy abban az esetben, mert nagyon sokszor van ilyen, hogy mondjuk függő az én volt férjem, játékfüggő például, vagy pedig a céges vagyont hát olyan hűtlenül kezeli, idézőjelbe téve a dolgot. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy a bíróságon én kérvényezzem, hogy a vagyonnak a megosztását már a házasság alatt a bíróság az rendezze, azért, hogy a közös vagyoni hányadból az én részemet ne érinthesse a férjemnek az esetleges üzleti vagy emberi kihágása, slendriánsága, illetve hogyha nem úgy kezeli esetleg a vállalkozásnak a pénzeit, ahogy kéne, és nehogy az legyen, hogy az én fejem meg a gyerekem feje fölül elárverezik majd a lakást, hiába a fele mondjuk engem illet. Tehát ezeket a lehetőségeket érdemes még körüljárni, de minden helyzet egyedi, úgyhogy érdemes akár egy pénzügyi szakemberrel konzultálni, akár egy vagyonjogban, családjogban nagyon profi ügyvéddel, vállóperes ügyvéddel, hogy meglássuk a lehetőségeinket. Móni, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a telefonban, és képbe hoztál minket, ezt a sok-sok információt elmondtad. Herkules Mónika, válási szakértő, osztott meg velünk néhány információt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat így telefonon keresztül is. Én is köszönöm szépen. Te is hallottad, Annett, hogy a Mónival rengeteg kérdést érintettünk, ami ugye az anyagi részére vonatkozik. Én veled a beszélgetésünket ebből a szempontból egy picit olyan irányba vinném tovább, hogy mik voltak azok a szempontok, ami te mérlegeltél, amikor tudtad azt, hogy rendben, neked anyagilag most akkor mennyivel többet kell majd vállalnod annak érdekében, hogy kettőtöknek egy jó és kényelmes életet tudj biztosítani. Ugye Móni elmondta, hogy nagyon fontos, hogy ha egy intelligens férfitől válsz el, akkor nyilvánvalóan ezek a szempontok egy kicsit változnak. Mert hogy tudod, hogy ott van mögötted hátországként, és mondjuk ebben már nem kell úgy gondolkodnod. Viszont azért nyilvánvalóan mindenki mérlegeli, mikor elválik, hogy fogja tudni az életét ezen túl menedzselni. Én nagyon hiszek abban, hogy valami égi erő van körülöttünk, ami segítséget ad. Hátborzongató sztorim van. Akkor, amikor én elhatároztam, hogy kilépek ebből, akkor úgy kértem egy segítséget, hogy egy jelet kérek, hogy én nekem ez menni fog. Tehát égi segítséget kértem, hogy nekem ez menni fog, és hogy tényleg jó döntést hoztam, hogy nekem ebből ki kell lépnem. És akkor képzeld el, hogy 3 nap múlva felhívtak engem azzal, hogy indul egy műsor, 12 részes műsor. 12 rész azt jelentette számomra, hogy 12 hónapra biztosítani tudom az albérletemet. És azért akkor ez egy olyan élmény volt nekem, hogy tényleg csak kértem valamit, és kaptam egy jelet, hogy 12 havi albérletem, egy év, amit ugye kérnek, hogy ugye egy év legyen megszerződésben, egy évet ki tudok fizetni. Azt mondtam Móni nyilván, hogy hosszú távon gondolkodjunk, de nekem akkor ez az egy év,
ez nekem a világ volt. Tehát akkor ez nekem azt jelentette, hogy oké, ez az utam, hoztam egy döntést, kaptam egy égi segítséget, lépnem kell. Szóval nekem a mai napig ez egyébként mindig egy olyan dolog, hogy ilyen nincs, ez egy csoda, ami velem történt akkor. És ráadásul azt mondod, hogy albérletbe mentél, tehát igen. Vállaltál is ráadásul egy olyan extra költséget és egy olyan terhet magatoknak, amivel tényleg kalkulálni és számolni kellett. Ez azért érdekes, mert szerintem nagyon sok nőt benne tart rossz kapcsolatban az, hogy azt érzi, hogy nincs hova menni, és nem tud hova menni, amit természetesen mindenkinek egyénileg kell mérlegelnie, hiszen nem nyúkálhatunk senkinek a pénztárcába, és nem tudhatjuk, hogy milyen élethelyzetben van, de itt vagy te is, azért azt gondolom, hogy példának, hogy még így is megmertél hozni egy ilyen döntést. Úgy, hogy amúgy az első pillanatban, ezek szerint, ha jól értem a szavaidból, még talán bizonytalan is volt számodra. Persze, az viszont nem volt kérdés, hogy engem az Olivier apukája segíteni fog-e. Tudtam, hogy segíteni fog. A mai napig nincsen ebből problémánk. A mai napig meg tudjuk beszélni az anyagi részét is ennek a dolognak, tehát, hogy sőt, minden gördülékenyen működik. A kapcsolat is gördülékenyen működik, szóval, hogy lehet ezt így is csinálni. Csak akarni kell, és azt gondolom, hogy két intelligens embernek tisztán kell látnia azt, hogy bár együtt nem működik, de van egy gyerkőcünk, közös gyerkőcünk, akinek a léte, a biztonsága rajtunk múlik, hogy ő kiegyensúlyozott és boldog legyen. És mi ezt én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól tudjuk menedzselni. Hogy ne csak egy válásról beszéljünk, hanem egy kicsit az új életről is, így most arra szeretnék rákanyarodni, hogy ezt a pillanatot valahogy úgy képzelem el az életedben, mint a Matrixban, vagy nem is tudom, hogy jó hasonlatot használok erre. Ott állsz egy buroknak a szélén, mondjuk legyen ez egy fekete burok, amin van egy világító ajtó, és így kinyitod az új világra, a hatalmas fény árad be rád, és kell lépned egyet az igaz ából a semmibe és a bizonytalanságba, de mégis tudod, hogy hajt valami erő, amit meg kell tenned, és lépsz egy nagyot. Na, abban a minutumban hogy érezted magad? Milyen kérdések voltak benned? Hát biztos, hogy felmerült benned olyasmi, hogy egyáltalán mondjuk egy új pártalálása az mikor válik esedékessé az életedben. Veszel egy nagy levegőt, és lesz, ami lesz, és csak hagyod, hogy hasonl rád az élet, és minden pozitív élményt befogadsz, és megengedsz magadnak, vagy inkább az aggodalom és a kétségbeesés uralkodott erre. Rajtad. Mind a kettő. Nyilván eltelik egy idő, megtalálod önmagad, rájössz, hogy ki vagy te voltaképp, milyen életet szeretnél élni, egyáltalán meg kell barátkoznod a gondolattal, hogy mostantól egyedülálló anya vagy. Szóval azért az nem egy pillanat alatt történik meg. És amikor úgy érzed, hogy lezártad magadban ezt, amikor úgy tisztában vagy önmagaddal már, akkor talán tudsz nyitni. És aztán szépen, lassan, megfontoltan a rózsaszín ködből valahogy kilépve megpróbálsz reális döntést hozni, és reálisan látni egy újabb párkapcsolatot. Szerinted tudatosabbá válik onnantól kezdve egy nő pár keresése, pár találása? Teljes mértékben. Hát nálam ez teljesen úgy működött, hogy oké, én jól érzem magam ezzel az emberrel, én úgy érzem, hogy boldog vagyok vele, úgy érzem, hogy lehet ráépíteni, na de a gyerekemnek jó lesz ez? És onnantól kezdve én azt mondom, hogy valahogy így kívülállóként kezdi el az ember látni a következő párkapcsolatát, hiszen már nem ő van egyedül ebben a történetben, hanem az ő gyermeke is, aki pedig mindenkinél fontosabb. Mivel te már túl vagy ezen az élettapasztalaton, mit tapasztaltál a másik nemtől, hogy amikor te azt mondtad, hogy igen, szívesen találkozom veled, és mondjuk tudta, nem tudta, de a kérdés az, hogy el kellett mondanod, hogy van egy kisfiad, és ti ketten vagytok már ebben a kapcsolatban, akkor a másik nem. Mit szólt ehhez? Hogyan viszonyulnak egy ilyen kérdéshez? Mi a tapasztalatod? Azt mondta nekem mindig, hogy én csomagban kaptalak téged. És ez a jó szó rá, tehát ténylegesen az a helyzet, hogyha egy férfi úgy dönt, hogy olyan anyát, olyan szerelmet választ, aki egyébként anya is, és van neki egy gyermeke, akkor a kettőt együtt kell, vagy a hármat, vagy a négyet együtt kell szeretnie, és nem pedig csak a nőt. És ez nagyon fontos, hogy jól tudjon így működni, és hogy mi nőként ezt
ezt tudjuk látni kívülről, hogy ez vajon benne ténylegesen egy működőképes dolog, vagy pedig csak egy ilyen légből kapott kis mondat. Mondod ezt úgy, hogy egyébként persze te időközben megtaláltad a párodat, de gondolom, hogy addig azért néhány randevún is túl voltál mindenkivel ennyire könnyedén, mert hogy pont azért nem őket választottad, mert náluk nem ment ez ennyire könnyen. Azért sok randevúm nem volt, tehát ezt nem mondhatom. De az tény, hogy nagyon figyeltem a jelekre. És hogyha azt éreztem, hogy hopsz, ez nem lesz oké, akkor azt nem is folytattam. Tehát nyilvánvalóan teljesen más szempontokat kezded az ember mérlegelni anyaként, és nyilvánvalóan teljesen más szemszögből kezdesz nézni egy kapcsolatot. De azért megerősíthetjük a nőket abban, hogy van remény, van esély. Fény, igen, a fény az megvan, de szerintem ezt mindenki tapasztalni fogja, aki hasonló helyzetben jár, mint mi, hogy másképp kezd el egy kapcsolatra tekinteni, mint az előtt. Tehát amikor egyedül vagy, és atom szerelmes vagy, és elolvadsz, és azt mondta, hogy szeretlek, és akkor én is azt mondtam, és akkor te belekeveredsz ebbe az őrületbe. Nyilvánvalóan ettől jó a szerelem, de hogyha van egy gyereked, akkor teljesen másképp keveredsz bele. Tehát akkor benne vagy, de úgy kvázi kiszállsz a testedből, és fölülről látod a szituációt, hogy ez így működni fog, vagy nem fog működni ezzel az emberrel, működni fog tovább, vagy nem fog működni. Úgyhogy szerintem ezt igazából tanácsolni sem kell, mert mindenki érezni fogja. És akkor folytatván a beszélgetésünk, ez igen, erről a pontról menjünk tovább, hogy igen, sokkal tudatosabb veszel a párválasztás területén. Benned változtatott bármit a külön válás, hogy Anett miként formálódott azokban az években, abban az időszakban, amikor egyedül voltál az előző Anetthez képest? Soha az életben nem éreztem magam olyan erősnek, mint abban az időszakban, amikor egyedül éltem az Oliverrel, és azt kell mondanom, hogy nagyon boldog időszakom volt nekem ez. Túl azon, hogy nyilvánvalóan cipeled magaddal a válás okozta problémákat és fájdalmakat, folyamatosan gondolkodtam rajta, hogy vajon tényleg jó döntést hoztam-e, hogy nem hamarkodtuk el, hogy mit lehetett volna még tenni, tehát hogy ez egy folyamat. De hol is tartottunk? Hogy benned mit változtatott. Hogy bennem mit változtatott. Igazából abban segített, hogy megtaláljam önmagam. Nagyon szeretek idomulni ahhoz az illetőhöz, akivel együtt élek. Tehát, hogy én nagyon kompromisszumkész vagyok, és nagyon simulékony. Viszont nem veszem észre az egészben magam. És amikor eljöttem otthonról, akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy ki is vagyok én, és nekem mi a fontos, és hogy szeretnék én élni. Ez az időszak emiatt nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. És a gyermeknevelésben is nagyon sokat jelentett, hiszen megerősített abban, hogy jól csinálom a dolgom. Ez önbizalom, és ez viszont nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudj lépni, és hogy az életben megállt a helyet. Mármint, hogy anyaként? Tehát, hogy neked kellett abban is egy megerősítés, igen, mert igen. Volt, hogy otthonról te kaptál olyan véleményt, hogy esetleg nem is jól csinálod? Nem kaptam ilyet, viszont hogyha egy családban élsz, akkor nyilvánvalóan nem látod, hogy mit bírsz te egyedül, hiszen ott a másik és segít, vagy megoldasz együtt vele bizonyos dolgokat, de hogyha egyedül vagy, onnantól kezdve látod, hogy mit bírsz el valójában. És ha látod, hogy te elbírod, akkor nyersz önbizalmat. És onnantól kezdve sokkal könnyebben mennek a dolgok, és minél több idő telik el, annál inkább érzed, hogy nincs lehetetlen, mindent meg tudsz csinálni, mindent meg tudsz ugrani, mert te vagy az origó. Ahogy hallgatlak téged, azért természetesen a saját életem is pörög a szemem előtt, és abba biztos vagyok 100%-ig, hogy szerintem egy ilyen élethelyzet nem csak hogy erősítesz, de rendkívül kreatívvá is. Tehát, hogy olyan kihívásokat rejt magában egy ilyen szituáció, és már ugye ha jól számolok, Oliver már 4,5 éves volt talán, amikor ugye különmentetek a pároddal. Három, bocsánat, igen. Akkor azért mondjuk ez egy úgy szülött el, ugye, amiről én is tudnék mesélni, az még nagyobb kihívást rejt magában, de hogy mennyiféle megoldást kell eszközölnünk az életben, hogy tényleg mint egy polip annyi kézre lenne szükségünk neked. Van olyan, ami kardinális kérdés volt, és emlékszel rá, hogy akkor a kihívás volt, és mégis valahogy meg kellett oldani, hogy emlékezetes maradt számodra?
igen. Szerintem tudom, hogy miről beszélsz, mert ugye a napokban posztoltad, hogy úgy tusoltál, hogy közben a lélekoztatott összékbe betoltad. A fürdőszobába, nézd, számtalanszor fordult ez velem elő. Egyébként úgy, hogy párkapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan az ember napközben fürdik, akkor mondjuk nincs otthon apuka, és akkor, ha nem vagy egyedülálló, akkor is rákényszerülsz ilyen szituációkra. Velem is megtörtént, hogy betoltam etetőszékkel a gyereket a tusolóba. De ő nagyon jól eljátszott meg elénekelgettem neki. Ó, hát a zuhany rózsa, az a maga a legjobb mikrofon egyébként, ez pont ma én is tapasztaltam, de hogy az tény, hogy azért egy-egy hajmosás azért az ajándék tud lenni már ilyenkor, igen, nem? Igen, úgy földob. Igen. Mert hogy hova illeszted be az időbeosztásodban? Tehát ott onnantól kezdve az van, hogy 0-24 ti együtt vagytok, és neked akkor kell megoldani. Na és itt jön a következő érdekes kérdés szerintem a képbe, hogy feladat kiszervezése. Tehát, hogy egyszerűen muszáj, mert bár nagyon szeretünk abban a szerepkörben tetszelegni, hogy szuperanyák vagyunk, én azt gondolom, hogy nem kell ezt mindenáron bizonyítanunk, nem csak hogy a külvilág felé, de magunknak se feltétlenül, hiszen mi már így is nagyon szuperanyák vagyunk attól, hogy ott a gyermekünk és a gondját viseljünk. Nálad ez okozott nehézséget, hogy megbarátkozz annak a gondolatával, hogy bizony mondjuk az Olivért esetleg babysitterre bízd, esetleg nagyszülőre bízd, és te elmenj és dolgozz? Mert hogy azért van ugye egy magasabb rendű kötelezettséged is, amit ugye vállaltál. Igen, logisztika kérdése. Nagyon-nagyon sokat segítenek a szüleim, és a mai napig egyébként a hátországom ők és a harmadik nagymamánk Ibolya, aki pedig Oliver fél éves kora óta velünk van. És nagyon-nagyon sokat segít nekünk, és tulajdonképpen az én szüleim meg Ibolya, tehát hogy egy együttműködő kis csapat. Csipet csapatom van, akik egy szuper csapat, mert hogy amikor nekem dolgozni kell menni, akkor bizony beindul a vonal, illetőleg már van erre egy bejárt rendszer, hogy mikor kijön, kivigyáz Somára, Olivért kiviszi suliba, tehát hogy igazából már megszoktuk ezt a fajta életet, de azért azt el kell mondanom, hogy ha nem lennének mögöttem a szüleim, és nem lenne nekem egy Ibolyám, akkor nem tudom, hogy csinálnám meg. Tehát kell, hogy legyen segítség. És nagyon érdekes, hogy ugye én havonta 6 napot dolgozom reggeltől estig végig. A többi napon is dolgozom, de akkor csak pár órákra kell elmennem, tehát iszonyatos szerencsés helyzetben vagyok. De az egész nap azért reggel mondjuk 9-től este 8-ig kemény tud lenni, mert hogy akkor ugye talpon kell lenni, plusz még ugye le kell szervezni a gyerekeket, és hogy működik egy anya? Én délután 6 óra, vagy délután 4 órakor leoldok, és egyszerűen azon kezdek kattogni, hogy az Olivérért elmente az anyukám, akkor mi van a Somával, az Olivér hazamente, az Ibolya rendben van-e, ő megetette a gyerekek. Tehát, hogy onnantól kezdve, tehát 4-ig még így rendben vagyok, és tudom, hogy minden megy a maga útján, viszont délután 4-től én elkezdek azon kattogni, hogy mi van a gyerekeim, és haza akarok menni. Tehát ez nagyon nehéz, mert nem tudok a munkámra koncentrálni már este, mert az van bennem, hogy nekem anyai kötelességeim van, én haza akarok menni, én fürdetni akarom a gyerekeim, és számtalanszor, volt, hogy ugye mokkáztam, volt egy időszak, amikor mokkáztam, nekem nagyon-nagyon rossz érzés volt, Anita, az, hogy nem én kelek fel a gyerekeimhez azokon a napokon, és ez nem minden nap volt, de akkor is, hogy nem én kelek fel a gyerekeimhez, hogy nem én adok nekik reggelit, hogy nem én öltöztetem fel, hogy nem én viszem el az óvodába vagy az iskolába, tehát én nekem ez konkrét fájdalom volt. De ez a presszió, ez azért elsődlegesen magadból jött, meg a gyermeked iránt, gyermekeid persze, iránt érzett szeretetből. Mert én akkor érzem kereknek az életünket, hogyha én ezeket a dolgokat menedzselem. Ha én nem vagyok ott, akkor én rosszul érzem magam. És például mindig azon gondolkodom, hogyha nekem olyan munkám lenne, hogy fixen bent kell lennem este, amikor is kezdődik a fürdetési ceremónia, azt hogy élném meg? Én nem is tudom, hogy ezt hogy tudnám magamban helyre billenteni, mert nekem fontos, hogy én fürdessem le, nekem fontos, hogy én adjak neki vacsorát, hogy én olvassam a mesét, hogy mellettem aludjon el. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor én se érzem magam jól.
Van viszont én időd? Tehát fontos neked az mindemellett, hogy hát ha nem is csak a hajmosás, hanem azon egy kicsit túlmutatóan akár beiktatni egy edzést, akár beiktatni egy nyaralást az új partnerrel, mert azt gondolom, hogy amúgy az ott még egy nagyon érdekes kérdés, legyen, hogy külön mi legyen időnk, bizony, igen. Mert hiszen egyrészt meg is kell ismerned a másikat, és ha már eljuttok arra a szintre, hogy össze is kötitek az életeteket, akkor ki kell derüljön, hogy együtt hogyan működtünk. És neked van már egy olyan tapasztalatod, amikor ugye megállapítottad, hogy még a nagy szerelemből is lehet aztán egy nagy csalódás. Egy ilyen helyzet azért az sose könnyű. Szóval, hogy rengeteg minden rakódik ilyenkor a nőre, de tehát, hogy Cippán Anett mind ebben hol töltődik fel, és mi az, ami neked rengeteg energiát ad? Minden nap keresem ezt az én idő. Csak minden találod? Nincsen. Igazából azt szoktam mondani, hogy ugye szerencsés vagyok a munkám miatt abban a tekintetben is, hogy nagyon szeretem a kollégáimat. És amikor én dolgozom, akkor velük egy kedélyes kis időtöltésem van. Tehát, hogy igazából dolgozom is, meg még nevetgélünk is, meg még jól is érezzük magunkat, tehát, hogy tulajdonképpen én ott föltöltődöm, mert repülnek a poénok, amiket mindenki leüt, és akkor igazából megy a munka egy hatalmas jókedvben. Ez nekem már egy én idő. És itt jegyzem meg, hogy délután 4 óráig, mert onnantól kezdve... onnantól egy presszió. Jön az anyai kattogás. Igen, és képzeld el, hogy hosszú idő után most lesz az első olyan alkalom, hogy én a barátnőimmel elmegyek a Margit-szigetre. Mit nevezünk hosszú időnek egyébként? Beszélgetni. Atya úristen! Hát ugye most nyilván ez a pandémia nem segítette a helyzetet, de nagyon régen találkoztam a barátnőimmel, úgy együtt, úgy igazán. És most nyilván, tehát Margit sziget, nem egy zárt helyen, de hogy el tudok menni velük találkozni. Én nem is tudom, hogy hogyan kell majd ezt a helyzetet kezelni. Mert már volt rá példa, hogy amikor Olivért megszültem, és eltelt már egy kis idő, és elhívtak engem a barátnőim beszélgetni egy szórakozó helyre, akkor konkrétan nem tudtam, hogy hova kell állni, mert hiába volt azelőtt több éves tapasztalatom ebben a dologban, nem tudtam, hogy most itt vagyok egy ilyen szórakozó helyen, és most itt mit kell csinálni. Tehát, hogy annyira kiestem ebből az egészből. És most szintén ott tartok, hogy most el fogok menni egy helyre, ahol beszélgetni fogok a barátnőimmel, meg jól fogom érezni magam, de hogy ott tulajdonképpen hogy is kell, mit kell csinálni, ezt komolyan mondom, most még így várakozásokkal teli. Az új élményt rejti magában, látod? Tehát még neked is lehet. Mondanám, hogy ennyi idősen, de azért nem vagyunk mi még olyan öregek. Igen, és biztos, hogy annyira fel fog tölteni, hogy a következő, nem tudom, pár hónapra meg leszek. Tehát, hogy az én idő az azt hiszem, hogy ki lesz pipálva. Biztos, hogy ebben egy nagyon sok nőt foglalkoztat az a kérdés, mint ahogy például engem is, hogy a pártalálás nehézségeire, hogy egy picit visszacsatolhatnék, akkor az mi mindent rejt magába, és most ugye érintettünk is egy érdekes kérdést, hogy mondjuk idealizáljuk megint a helyzetet, amiben te is ugye keveredtél, na, milyen szót használtam már megint, de igen, veled is megtörtént, igen. Hogy megismerkedtél második gyermeked édesapjában. Hol tud az ember ismerkedni? Szerinted? Kicsit segíts már nekem olyan is. Olyan sok lehetőség van. A munkahelyen. Kinéznék akkor Ferire, Kristófra, Patrikra, szerintem van köztünk 10 év itt a rádióban, tehát gyakorlatilag 3 fiú van itt most körülöttünk. Jó munkahely. Azért a mai világban már van egyéb más lehetőség is, hála az internetnek, de én mondjuk sosem regisztráltam semmilyen ilyen oldalra, és nem is tudom, hogy működik. Te elzárkóztál tőle? Tehát azt gondolod, hogy ez nem jó út, nem a te műfajon? Hát veszélyesnek tartottam. De meg szerencse kérdése, tehát nyilvánvalóan azért én olyan közegben dolgozom, ahol nagyon sok ember fordul meg, tehát hogy nem egy fix stáb vesz körül, akiket pontosan jól ismerek, hanem mindig mozgásban van az életem, tehát nagyon sok emberrel találkozom, nagyon sok embert ismerek meg. Tehát nyilvánvalóan ez így könnyebb. Nehezebb annak, akinek olyan a munkája, hogy nyilván helyhez kötött, emberhez kötött, tehát hogy nem tud abból kilépni. Tudok mondani jó példát. Na, a barátnőm most ment férjhez, és úgy, hogy ő az interneten ismerte meg a szerelmét.
sok-sok év után sikerült neki, és annyira szurkoltunk, és annyira örültünk, hogy sikerült. De jó ezt hallani. Ennek kapcsán megyek egyébként most egy barátnős találkozóra. A lánybúcsú lesz akkor. Igen, de csak utólagos lánybúcsú. Tehát azt kell mondanom, hogy van remény, és ez a fajta megoldás is működhet, a barátnőm az élő példa rá. Oké, és akkor ugye ebből felmerül a másik kérdés, amit már előre vetítettem, hogy rendben, megismerkedsz egy férfival, akit mondjuk külső jegyek alapján ideálisnak tanálsz, de meg kell ismerned azt a másikat. Annak a helyét és az idejét hogyan teremted meg, mert szerintem meg kell teremteni egy, vagy kettő, vagy több gyermekkel az oldaladon. Itt jön képbe a hátország. Nyilvánvalóan, ha van egy időpontod, akkor és segít a hátországod, akkor ők jönnek, és akkor addig átvállalják a gyerkőcöt, és el tudsz menni mondjuk egy este valakivel találkozni. Hát a másik pedig, hogy ha az ember elvált, akkor vannak olyan napok, amikor a gyerkőc ugye az apukájánál van, tehát felszabadulsz, és van én időd is. Uh-huh. Tehát, hogy tudsz foglalkozni magaddal. Egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert ezáltal tud szerintem sok anya erőre kapni. Addig mondjuk tele vagy a napi dologgal, bevásárolsz, főzöl, gyereket nevelsz, dolgozol, mindent csinálsz, és amikor elváltál, akkor lesz egy-két napod, amikor azzal tudsz foglalkozni, amivel szeretnél, amire eddig nem volt időd. Akkor hirtelen nem is nagyon tudsz mit kezdeni ezzel, tehát ha nincs ott a gyerek, és nem hallod magad olyan körül a gyerek zsivajt, akkor ez a úristen, hol vagyok én, meg tehát, hogy igazából mi történt velem, érzésed van. De aztán az ember hozzászokik, és elkezdi szépen lassan megtanulni, hogy abban az időben ő ténylegesen magával foglalkozzon. Menjen el futni, vagy menjen el moziba, vagy bárhova, menjen a barátnőivel találkozni. Tehát, vagy sétálni a természetbe egyedül, gondolkodni, madárcsicsergést hallgatni. Tehát, hogy abban az időben, amikor a gyereked az apukájával van, akkor tudj magaddal foglalkozni. A másik pedig, hogy nekem nagyon nyugtató lakhatott az, hogy az apukájával volt, mert hogy tehát a második legbiztosabb ember az életében nyilvánvalóan az apukája, mármint, hogy utánam az apukája, visszafelé nyilván az anyukája, tehát, hogy ő is akkor érzi a legbiztosabban a gyereket, hogyha velem van, és én is akkor érzem a legbiztosabban, vagy nagy biztonságban, hogyha az apukájával van. Meg a nagyszülők, meg nyilván, aki körbevesz. De hogy tényleg az fontos szerintem, hogy megbízz a volt párodban, és tudd, hogy neki most szuper idejük van, tehát ők most nagyon jól érzik magukat együtt, és akkor te fel tudsz szabadulni. És hogyha kapok képeket, hogy mondjuk tényleg ők együtt főzőcskéznek, és nagyon jól vannak, akkor azáltal én is jól tudom érezni magam a bőrömben. Mondjuk ugye én vagyok a másik példára az esetre, akinél nincs az, hogy a gyermek elmegy az apukájához, már csak azért sem, mert ugye oké, hogy 8 hónapos kislányom van, de ugye nincs is jelen az életünkben. Na ott azért egy kicsit szerintem még nagyobb teret kell magadnak engedni, vagy hogy is mondjam, talán megengedőbbnek kell lenned magaddal, hogy merj segítséget kérni. Mondjuk hál' Istennek én is csak megerősíteni tudok mindenkit abban, hogy csodálatos családom van, és nagyszerű nagyszülők vannak mellettem, akik még ráadásul közel is vannak, és tudnak ebben segíteni. De volt már olyan, hogy mondjuk ők se tudtak segíteni, mert hiszen még dolgoztak, mert ők fiatal nagyszülők, és akkor ott volt, hogy rendben, akkor be kellett vonnom egy teljesen kívülálló külső szemét, hogy az én kislányomra vigyázzon, és bizalmat szavazzak neki abban, hogy minden rendben lesz arra 2-3 órára, legyen 4, ami még csak nem is feltétlenül a randevút jelent, hanem a munkát. Hanem a munkát. Igen. Igen. De az tényleg meg kell engednie magának az embernek, és ott egy picit muszáj vagy magaddal szemben megkegyelmezni. De az ismerkedés maga, az még mindig azt gondolom, hogy nem áll meg ennyiben. Tehát, hogy oké, hogy elmész egy randevúra, elmész két randevúra. Mi az a pont, amikor úgy gondolod, hogy ideális mondjuk a gyermek bemutatása az új partnernek? Meg hogy mindezt hol szervezd meg? Mert nyilván az egy nagyon rossz választás szerintem, hogyha egyszer csak betoppan az új választott a kis otthonba, és akkor azt mondja, hogy haló, jöttem, én vagyok anyának a barátja. Tehát, hogy ez a legrosszabb választás szerintem. Tehát én úgy igyekeztem ezt irányítani, hogy olyan helyen ismerjék meg egymást, olyan helyen találkozzanak először, ami mondjuk azt, hogy semleges.
És akkor egy picit úgy kicsit látod, figyeled a két embert, hogy működnek-e ők ketten együtt, nézegeted, hogy mi a reakciója a gyerkőcödnek, mert hogy az nagyon fontos, legalábbis számomra, de szerintem minden anyuka számára, ha azt látod, hogy a gyereked nem fogadja el, akkor azt ott abba kell hagyni. Tehát, hogyha nincs meg részéről a nyitás, az elfogadás, akkor onnantól kezdve az nem egy működőképes dolog. És én nem akarok rosszat a gyerekemnek, tehát, hogyha van egy kialakuló kapcsolat, akkor ne én erőltessem rá a gyerekemre a másik felet, hanem nézzem a gyerekemnek a reakcióit, hogy ő akarja-e, neki komfortos-e, jó-e ez az új helyzet. Még akkor is, és ez lehet, hogy tőlem anyaként, és ebben a helyzetben állóként furcsán hathat ez a kérdés, de értsétek jól, még akkor is, ha te már abban a pillanatban mondjuk újra felültél a rózsaszín felhőre, tehát adott esetben már szerelembe estél, és úgy érzed, hogy eljött a pillanata az összeismerkedésnek. Nem tudsz már olyan rózsaszín felhőre felülni. Tehát az a rózsaszín felhő, ami a gyerek előtti életedben volt ismert, megszűnik létezni. Tehát onnantól kezdve, mondom, kívülállóként is nézed a párkapcsolatodat, és hogyha a gyereked nem fogadja el, akkor automatikusan kialakul benned egy olyan, hogy akkor nekem se kell. Ha ő nem fogadja, akkor nekem se kell. És ki tudsz, ha már elkezdtél esetleg bele szeretni, akkor ki tudsz belőle szeretni, szerintem. Annett, hogyha itt a végére mondjuk egy jó tanácsot kellene adnod egyedülálló anyáknak, tudom, hogy innos hirtelen lehet a kérdés, és nehéz lehet megfogalmazni, de mégis akkor ez mi lenne? Hát, hogy higgyenek önmagukba, meg higgyék, hogy az élet szép, hiszen ez így is van, és idővel, az idő az hatalmas segítség, mindent meg fog oldani, és meg fogják látni, hogy tényleg van fény az alagút végén. Ezzel mondjuk teljesen egyet tudok veled érteni. Cippán Anett volt ma a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Ez a hashtag nőfilter, nők filter nélkül. Jövünk legközelebb is, hogyha tetszett a videó, és tetszett, amit hallottatok, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta. A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.